Sziasztok! Nagyon nehéz két ember között különbséget tenni. De valamikor muszáj eldönteni, kinek van elsőbségi joga. A Talmud azt a kérdést teszi fel, mi van abban az esetben, amikor ketten fogságba kerültek. Az egyik az maga a főpap, aki szolgál a szentében, a másik pedig egy törvénytelen gyerek, aki házasságtörésből született, de nagy Tóra tudós. Ki lehet váltani, van annyi pénz, hogy tudja kiváltani egy embert. A kérdés, kinek van elsőbségi joga. De azt mondja a Talmud, elsőbségi joga van az, aki törvénytelen gyerek, de nagy Tóra tudós. És a Talmud idézi Salomon királynak a mondása, Yekarahi mipninim, drágább az igaz gyöngynél. A főpap, ő lehet, ő az igaz gyöngy, de a Tóra az ennél drágább, és a főpap, ő születésétől különleges. De ez a törvénytelen gyerek pedig sok Tóra tanult, ezért neki van elsőbségi joga. A Midrash ezt a halakhát idéz, mert ezzel szeretne egy magyarázatot adni arra, amit a heti szakaszban látunk, nagyon furcsa. Előző heti szakasz végén kezdi a Tóra felsorolni a Lévi törzsnak a feladata a szentében. A Lévi törzs az három családból származik, Lévinak a három gyerekéből. Az első volt a Gérson, a második voltak a Hat, és a harmadik volt a Merári. De az előző heti szakaszban előbb írja le a Tóra a Kahát, a második gyerek, a második családnak a munkaköre a szentében, és ebben a heti szakaszban az első és a harmadik gyerek. Miért ez a sorrend? Pontosabban nincs sorrendben a gyerekek. Erre azt mondja a Midrash, azért van ez így, mert a második gyerek, a Hatnak az volt a feladata a szentében, hogy ő szállítja a Fridládát, a Fridláda pedig a Tóra, és a Tóra, az, aki szállítja a Tóra, neki van elsőbsége. Felmerül a kérdés, akkor miért nem a legidősebb gyerek? A Gérson az, aki szállítja a Tórát, akkor lenne a legidősebb gyerek, és még a Tórát is szállítja. Az a válasz van írva, hogy a Tóra, az örökkévaló direkt nem akarta az, hogy a legidősebb gyerek legyen az, aki szállítja a Tórát, nehogy úgy tűnjen, hogy azért, mert első született, ezért neki több joga van a Tórához. Nem, a Tóra, ahogy a Talmud mondja, gazdátlan. Mindenki. Minden zsidó, aki veszi a fáradtságot és tanul sok tórat, és tóra tudós, ő neki jár elsőbsége. Mindegy, hogy első született, vagy második, vagy harmadik. Ez a tanítás nekünk. Mindenki tanulhat tórat. Köszönöm szépen!